kóla, puska, sült krumpli. Ez lenne Amerika. Russell Kirk szerint korántsem. Az Egyesült Államokban létezik magas kultúra is, ami az európai művelődés édes testvére. Russell Kirk keresztény konzervatív gondolkodó volt, akit baloldali ellenfelei neokonzervatívnak kiáltottak ki, pedig tradicionalista nézeteket vallott. Utálta az autókat. Azt mondta, az maga a gépesített jakobinizmus. Ellenben szeretett sportolni. Elitistának tartották, noha rengeteg menekültet befogadott otthonába, köztük sok kommunizmus elől menekülő magyart. Russell Kirk 1918-ban született Michigan államban, protestáns családba, ám később katolizált. Számos egyetemen megfordult életében, de nem a katedra volt a fő terepe. Mindenekelőtt írni szeretett családja körében, ontotta magából a könyveket. Részt vett két folyóirat megalapításában is. Elnökök tanácsadója volt, korának hírességei és vezető politikusai tisztelték. A koreai háború idején felkérést kapott egy politika elméleti ismeretterjesztő könyvírására. A CIA ugyanis elfogta az észak-koreai titkosszolgálat vezetőjének jelentését, melyből kiderült, hogy a kommunista agymosás rendkívül sikeres az amerikai hadifoglyok körében. Még a kommunistákat is meglepte, hogy az amerikai fiatalok milyen keveset tudnak saját kultúrájukról, politikai berendezkedésükről. Kirk feladata az volt, hogy magyarázza el közérthetően, mi a tétje a kommunisták és a szabad világ között dúló áldász küzdelemnek. A könyvből végül kötelező olvasmány lett az amerikai légierőnél. Russell Kirk előtt az amerikai konzervativizmus létezett ugyan, de nem volt megszervezve. A Konzervatív eszme című művében összefoglalta az angol száz gondolkodói hagyományt, egyszer s mint létre is hozva azt jelenleg ismert formájában. E mozgalom kibontakozása tette lehetővé a 20. század végén a Szovjetunió legyőzését. Az Amerikai rend eredete című művében kifejtette, mindaz, ami az Egyesült Államokat naggyá és sikeresé tette, csak kis részben újkeletű. Az amerikai kultúra gyökerei Jeruzsálembe, Athénbe, Rómába és Londonba érnek vissza. Jeruzsálemből származik a bibliai hagyomány és a kereszténység. Athénból az igazságosság és a demokrácia, a rómaiaktól a patriotizmus és a civilizációs öntudat, valamint a jog és az egyetemes rend eszméje. Londonnak pedig a nyelv, a család és társadalmi szokás fontossága és a parlamentarizmus alapvető intézményei köszönhetők. Russell Kirk nagysága abban áll, hogy rámutatott, e klasszikus, katolikus és protestáns tényezők dinamikus egysége adja Amerika erejét. Az USA attól sikeres, hogy ezt a struktúrát minden bevándorló elfogadta, miközben megőrizhette saját identitását is. A kultúra megőrzésében kulcsszerepet játszik az egyetem, amiről úgy vélekedett. Azért alapították, hogy táplálják a hitet az ész által, valamint hogy fenntartsák a rendet az egyén lelkében és a közösségben is. Egészen mostanáig. Ma már hódít a felülről irányított cancel culture. A progresszív elit fel akarja számolni az Egyesült Államok magas kultúráját. El akarja venni az amerikaiak öntudatát és újraírni a történelmet. De Russell Kirk ezt már nem érte meg. A rendszeresen imádkozó gondolkodó 1994-ben halála napjának reggelén hallotta a hírt, hogy II. János Pál súlyos balesetet szenvedett. Mielőtt örökre lehunyta a szemét, arra kérte családját, hogy imádkozzanak érte. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.